több mint 2000 esztergomi polgár érdekében szólok önökhöz, mégpedig az esztergomi intermodális csomópont építése kapcsán. Előre szeretném leszögezni, hogy a csomópont építése pozitív számunkra is, és a csomópont megépüléséről mi is, és egyébként a polgárok is azt gondolják, hogy fontos ügy. A probléma ezzel az, hogy a csomópontot egy olyan helyre próbálják megépíteni, ami egy több mint 2000 ember által lakott kertvárosias övezet közepén terül el, és rendkívüli módon negatívan érinti az ott ülők életkörülményeit. Tudjuk, hogy az építkezésnek úgy álltak neki, vagy úgy akarnak nekiállni, hogy nincsenek megfelelő felmérések ezekben az ügyekben. Sem a kivitelezőnek, sem az önkormányzatnak nincs olyan felmérése, amely bemutatná a környezeti hatásokat. Nincs olyan anyag, amely a beruházás okozta értékcsökkenést vizsgálná ezen a területen. Nem lehet megismerni a terveket, mert szerzői jogvédelemre hivatkoznak. Nem végeztek zajméréseket ebben az ügyben, ennek kapcsán mégis azt mondja a kivitelező, hogy nem kívánnak például zajvédőfalat építeni akkor, amikor egy olyan autóbuszállomást próbálnak beépíteni ebbe a kertvárosias övezetbe, ahova naponta 240 darab autóbusz érkezik és indul, és a civilek felmérései alapján most is 65-74 decibel között van a zaj, többször naponta 100 decibelre, sőt 125 decibel fölé is ugrik. Igaza van az ott élőknek, hiszen az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek biztosa közös jelentést tett, és ebben a közös jelentésben a két biztos számos ponton igazat adott a beadványozóknak. A két biztos megállapította, hogy az új intermodális csomópont elhelyezésére a jelenlegi tervek szerint a kertvárosias lakóterület övezeti besorolása területen új település szerkezeti terv elfogadása kéne. Ez nem történt meg. Azt mondják a biztosok, hogy a beruházás a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye és az egészséges környezethez való jog szempontjából aggályos. Azt is elmondják, hogy az Észak-Duántúli környezetvédelmi felügyelőség számos hiányossággal adta ki a közleményét. És egyébként a minisztériumnak is feladatokat szabnak, amiről úgy tudják az esztergomiak, hogy nem sikerült megvalósítani. Tisztelt államtitkár úr! A kérdésem tehát az lenne, hogy a biztosok megállapításával kapcsolatban miért nem sikerült a változtatásokat, vagy ha sikerült őket megtenni, akkor ezt szeretnénk hallani, de úgy tudjuk, hogy nem sikerült. És az a kérés és az a kérdés, hogy a civilekkel a helyi önkormányzat mikor fog szóba állni, hogy olyan módon tudjon ez a több mint 10 milliárdos beruházás megvalósulni, hogy az ne több mint 2000 családnak hátrányos helyzetbe kerülését okozza, hanem mindenki egyformán jó szívvel tudja ezt fogadni. Köszönöm szépen. Megadom a szót a Sulászló államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először arra szeretnék reagálni, amit az utolsó részében mondott interpellációjának. Tehát a 2013-ban tett megállapításai az állampolgári jogok biztosainak, azokra vonatkozóan mindenképpen szeretném önnel tudatni, hogy valamennyi esetben az állampolgári jogok biztosainak a javaslata észrevétele beépítésre került. Szeretném mindenképpen tájékoztatni arról, hogy a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott részletes környezetvédelmi hatásvizsgálat során közmeghallgatást is tartottak. Szeretném tájékoztatni, hogy az Észak-Duántúli környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség 2014. december közepén 15-én adta ki környezetvédelmi engedélyt, amelyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14-15 április 2-án jóvá hagyott. Az önkormányzat elvégezte a feladatát, tehát az a rossz információ nem végezte volna el, hisz a település rendezési tervben módosította ennek megfelelően a szabályozását. Ami nagyon fontos, az önkormányzaton kívül még bevonták a folyamatba az érintett ingatlanoknak a tulajdonosait is, és minden részrevételt beépítettek az építési engedélyezési eljárás során, és a közbeszerzésnél is, és valóban azt is tudni kell, hogy a leszerződött műszaki tartalomnál is figyelembe vették ezek az észrevételeket. 2016. február 1-én a Komárom Esztergom megyei kormányhivatal kiadta az építési engedélyt, illetve az esztergomi járási hivatal pedig kiadta a hozzá kapcsolódó járdáknak és a vasútállomás üzemi épületeinek az engedélyét is.
tehát biztosan tudja és ismertette is az ismeretét erről, hogy Esztergom városában a pályaudvar áthelyezése történik meg a vasállomás mellé, és azt is bizonyára tudja, hogy ennek kapcsán a Suzuki gyár mellett egy tervvonati rendező vágáncsoport kerül kiépítésre, ami fontos, hiszen az ottani zajterhelés lényegesen csökkenteni fogja. Ami megint nagyon fontos, hogy megvizsgálták a intermodális központ végrehajtásának és kivitelezésnek lehetőségét, és igazán két alternatívát láttak értékelendőnek. Az egyik az lett volna, hogy az önkormányzatnak egy korábban Tesco-val kötött megállapodása értelmében a záruház mellé viszik el a buszpályaudvar, de ez nem tette volna lehetővé, hogy a vonatról az átszállás a helyi és a helyközi járatokra megtörténjen. Tehát emiatt a második volt a választás, a második helyszínre, és ezt tartalmaz az imént említett vasállomás mellé történő kihelyezés és áthelyezés. Ami fontos, hogy volt arról is szó, hogy a felszín felett viszik be, magyarul a vasútvonal ketté vágná a várost, ami a város központban okozott volna nagyon nagy zajterhelést és problémát, ezért ezt elvetették. És volt még egy másik javaslat, ami arról szólt, hogy a felszín alatt viszik be a vasutat, annak meg a költségkiadása miatt volt elvetve a javaslat. Ami fontos, valóban igaz, a építkezés környékén érint lakosokat lesz zajterhelés természetszerűen, de lényegesen kevesebb számban kell ezt elszenvedni, mint a korábbiakban. Most csak a vasállomás közelében lévő lakóknak lesz zajterhelése, de azt gondolom, hogy meg fogja érni mindenképpen, hiszen egy kulturál közlekedési átszállási kapcsolat alakul ki Esztergom vasállomása környékén, és azt gondolom, hogy e tekintetben nyugodtan lehetünk, mert az állampolgári jogok biztosainak megállapítását figyelembe vettük, az engedélyezés során az önkormányzat eljárt a rendezési terv szerint, és emiatt is mondhatom azt, hogy a fenntarthatósága miatt is, és amiatt, mert kevesebb embert érint a zajterhelés, ez a megoldás valóban a legjobb megoldás volt. És ami rendkívül fontos, emiatt és a körülmények miatt is nem tartjuk indokoltnak, hogy ezen a folyamaton változtassunk, a beruházást ebben a formában hajtjuk végre. Tisztelten köszönöm, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen a szót, elnök. Megkérdezem, képviselőt elfogadja a választ. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr, volt valóban ilyen típusú környezeti felmérés, csak az még akkor készült, amikor kizárólag a vasút felújításáról volt szó. Amikor azt elkészítették, akkor még nem volt szó intermodális csomópontról, és nem volt szó arról, hogy oda helyezik a buszpályaudvar. Azóta pedig nem készült ilyen, vagy ha készült, akkor abszolút titokba tartják. Én elhiszem, hogy az önkormányzat módosította a település rendezési tervet, de az önkormányzat nem áll szóba azokkal a civilekkel és az ott lakókkal, akikkel szóba kéne állni. Úgyhogy azt kérem önöktől, hiszen fideszes polgármester van ott, hogy hassanak oda, hogy lehessen ebben az ügyben még javaslat. Van is egyébként a civileknek alternatív javaslata, és azt gondolom, hogy persze sokaknak jó lesz ez, de az mégsem jó, hogy egy 10 milliárdos, több mint 10 milliárdos beruházás után egy elég komoly városrésznek gyakorlatilag az ingatlan árai lezuhannak, gyakorlatilag több mint 2000 ember nagyon-nagyon rossz körülmények közé kerül. Ön sem szeretné, hogyha 240 busz indulna a lakásától 10 méterre, meg valószínűleg ön sem szeretné, hogyha 10 méterre a feje mellett menne el a vonat. Én azt gondolom, hogyha figyelembe vették volna a civilek javaslatait, akkor sokkal erőrébb lenne, úgyhogy egyelőre nem fogadom el azt a választ. Remélem, hogy nem sokára leülnek, figyelembe veszik az esztergomiak. Olyan ritkán szólok mostanában. El kellett, hogy vegyem a szót, mert nagyon túl szaladt képviselő úr. Képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, 104 igen, 27 nem, egy tartózkodással az országgyűlés elfogadta az államtitkári választ.